Valahányszor elfog a bánat a világ állása miatt, a Heathrow reptér utasvárójára gondolok. Kezd elterjedni az az általános vélekedés, hogy a gyűlölet és a kapzsiság világában élünk, de én nem így látom. Nekem úgy tűnik, a szeretet mindenütt jelen van. Előfordul, hogy nem különösebben méltóság teljes vagy említésre méltó, de mindig ott van. Apák és fiúk, anyák és lányok, férjek és feleségek, barátnők és barátok, régi cimborák. Mikor a gépek becsapódtak az ikertornyokba, tudtommal a halál előtt álló emberek telefonhívásainak egyike sem a gyűlöletről vagy a bosszúról szólt. Mind a szeretet üzenetei voltak. Az az illetlen érzésem van, hogy ha jól körülnézünk, akkor igazából szerelem vesz körül minket. Boldog karácsony! Nem akarunk kinyitni az ajándékokat, mert akkor vége lenne a karácsony meglepetésének. De mégiscsak izgatott vagyok, hogy mi lehet az, úgyhogy Márti javaslatára és összűzésére. Azt találtuk ki, hogy minden nem kibontok egyet. Úgyhogy a Mártéval fogom kezdeni, mert megkért rá. Ezt kaptam elméletileg Mártitól, ha minden igaz. Úgyhogy most kiderül az igazság, csak hol a telefonom? Itt a telefonom, mert hogy Márti kíváncsi, hogy mégis hogy tetszik a dolog. Ezért neki is lehet videózni külön. Szia Márti! Nem bírtam magammal, muszáj volt kinyissam. Most nyitom, muszáj kinyitnom. Mi lett? Izgatott vagyok. Igen, igazad volt, be van csomagolva. Látod? Szépen. És biztos ebbe van az üzeneted. Ez majdnem elsiklott a figyelmem mellett, mert ebben volt. És ezt majdnem nem is jöttem ki. De megkaptam. Boldog karácsony. Puszi, Márti. És akkor lássunk csodát. De mi ez az? Egy sportmentató. Köszönöm szépen, Márti, megkaptam a melltartót. Nagyon-nagyon örülök neki. Ez egy egyedi melltartó. Nem csak viccelek. Na szóval, most felpróbáljam nektek a melltartót? Tegyünk bele melltartót, vagy csak így magára. Na voilà! Itt vagyok én, az új melltartóban. Biztosan nagyon tetszem nektek. Hát búzóan nem tudok, de a lényeg, hogy látjátok a melltartómat, kihagytam belőle a melltartót a merevítő részén, tehát az én mellém, azok állnak maguktól is. Na de gyorsan próbáljam ki. Na, ilyen. Láttuk különbséget? Egy mell, két mell. Mondjuk lehet rosszba tettem, mert az eleve a nagyobb. Na, így. Egy mell, két mell. Most lehet, hogy egyenlőek szegények. Jól van, na, ne nézzetek már ilyen hülyén. It's a holy jolly Christmas. Jaj, nagyon el vagyok fáradva. Karácsony este van, tehát ugyanaz nap, mint ahogy a Márti ajándékát kinyitottam, csak este, és eljött egy újabb ajándéki csomagolása, mégpedig a Mateuszé, mert hogy most Mateusztól kaptam requestet, hogy az övé követjezzen, úgyhogy ma este megtudhatjuk, hogy pokrozott, törölközőt, pulóvert, vagy mit rejt ez a pihi-puhi csomag, de újabb ötletem az azon, úgyhogy egy
pulóver lehet princesza felirattal, vagy szenyorita felirattal, mert hogy így szokott szólítani. Na, lássunk csodát! Biztos, hogy Sziamára csomagolta, 1100%. Nagyon komoly, na mit szóltok az új unikornisos? A pingvint lecseréltem unikornra. Unikornisra. Fejlődöm, meg fokozottan előbbre léptem. Na de megmutatom magamat. Itt vagyok. A tükörben. Hát én nem is tudom, Mateusz. De úgy ismer engem, mint a tenyerét körülbelül. Nem tudom honnan. Fú, hát ez nagyon jó ajándék. Na jó, van, na folytatom az ajándék bemutatós videómat, bár ma nem kéne többet kinyissak, de hát annyira belejöttem ebbe a dologba, hogy az unikornisos ruhámat már le se veszem, mindjárt felrobbanok. Ez mellékes, olyan meleg, hogy csak na. Kimentem a konyhára, hogy bemutassam nekik az új kinézetet, hát mindenkinek nagyon tetszett, és valaki megkérdezte tőlem, hogy részeg vagyok-e, de így teljesen komolyan. Nem mondom, én csak egy kis unikornist ittam, semmi baj. Most elkövetkezett a Pavol ajándéka. Egy kávé valamit tippelek, mert hogy mostanában nagyon rá van szállva arra, hogy én nem szabad a kávézzak, mert túl sokat iszom. Úgyhogy lehet valami kávéízesítő. Igaz, hogy az nem lebeszélés, de... Hát ez komoly ez a kávé. Koffeinmentes kávét adott nekem, hát... Na jó. Jól van, na. Többet nem iszom annyi kávét. És kaptam magnézium sprayt, ezt el fogod értékelni, anya. Mert tudja, hogy fáj mindenem. Mindenki nagyon ismer. Hát itt azt írja, hogy fájdalom izom, és ízületi fájdalomra. Úgyhogy lehet, hogy most befújom az egész testet vele. Köszönöm, Pavol, köszönöm. Lépjünk tovább egy ajándékkal. Dávid vagy Davidtől kaptam, nem tudom, hogy kéne mondjam a nevét. És azt fűzte hozzá, hogy ne nyissam ki, csak amikor biztosan nem találkozunk többet egy ideig. Úgyhogy lehet már nem kéne, mert hogy holnap találkozunk. De azt mondom neki, hogy nem nyitottam ki. Nagyon melegen van. Valami kotyogós. Egy bomba, egy kotyogós kávé. Már rajta egy R betű. Ezt kaptam tőle. Szó se jutott. És kaptam egy fogat. Foszfát. Otodus obligus. Érdekes. Szóval akkor ezentúl ebből fogom inni a decaf kávémat, és az unikornisos ruhámban fogom élvezni. Most tovább akarok menni az ajándékokkal, de azt hiszem, hogy itt megállok. Muszáj megállnom.
majd holnap folytatjuk. I feel it in my fingers, I feel it in my toes, love is all around. Oh, az a nagy trabukos kékkupakos lóbroki. A tegnapi az hasonló módon vagyok elfáradva. Nagyon stresszes nap volt. Nem azért volt nehéz, mert nehéz volt, hanem azért, mert kikészített Mateusz. De mindegy, a végére értünk, és közben megérkezett a titkos angyalomtól az ajándék, ami szintén Mateusztól érkezett. Ha nem mondta volna el előre, hogy a titkos angyalom, akkor tudná a csomagoló anyagból. Úgyhogy lássuk, mi az. Hát egy fürdőkészletet kaptam. És azt mondta, képzeljétek el, kérdezte, hogy mit csinálok ma, mivel töltöm a ma délutánom estém. És mondom, hogy hát first of all beszélgetek a családommal, és mondta, hogy vegyek egy kellemes fürdőt. Hát mondtam, az is lesz. Csak akkor még nem tudtam, hogy miért mondja, de hát akkor ebből lesz a kellemes fürdőm. És itt van egy kis szemét tegnapról. És jöhet a tőletek kapott ajándék. Kezdjük a borjéval. Vagy csak a borjét nyissam ki, és az Aaroné, vagy a többit, amitől a többietektől kaptam, azt hagyjam meg holnapra. Köszönöm az ajándékot! Hát ez csodálatos, lehet rá rajzolni. Még több rajzpapír, még egy kicsi, és akkor itt vala. Tudtam én, hogy valami hasonló, hialuronsav, aha, 30%, retinol, niacinamide. Hát köszönöm szépen, de ebből kis előadást kell tartsatok, hogy hogyan kell ezt használni. És van még egy. Lehet az egyik éjszakai, a másik nappali. Szóval van L aszorbik és natural moisturing. Most Bori meg kell kérdeznem, hogy hogy működ meg. Köszi! Hú. És már csak ez az egy ajándékom maradt hátra. Megnézem. Hát, köszönöm szépen. Szegény kicsi karórámtól most búcsút mondunk, szia drága. Jó szolgálatot tettél másfél éven, 2,5 éven keresztül. És hello, új óra. Oh, it's Christmas, all around you. Children playing, having fun. Az emberek, ha jó kedvem van, azt hiszik, hogy részem vagyok. Ma is azt hitték a reggel, hogy én meg vagyok részegedve. Reggel! 9 órakor. Csak azért, mert jó kedvem volt. Köszi nagyon szépen, tényleg nagyon örülök. Remélem, hogy a karomra is jó. Várjatok. Jó lesz, ezt kis karúakra találták ki. Pont, mint én. Csók a családnak. Bemutatom. A. Ezt. Na, mit szóltok? Van itt egy kis csomagoló papír. Nem sok. Nem tudom, miről beszélünk. Már egy alagot kidobtam. Ez igazán semmi. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer az ajándékokat.
Puszikállak, boldog karácsonyt, és minden hasonló jó. Sziasztok!